Csak ilyen vagyok. A kalszi fapusztulás már évszázados probléma, és minél többet, minél tudományosabban vizsgálják, annál bonyolultabb lesz a kérdés is, és annál nehezebb lesz a megoldás. Így fogalmazott a ceglédi kutatóállomás vezetője a ma tartott szakmai találkozó előtt. Részben erről szól a mai rendezvényünk, a kalszi fapusztulásról és annak okairól, amelyet még most is nemes egyszerűséggel és találóan gutaütésnek nevezünk. És lesz szó egy szép kis ültetvényről, amit itt szeretnénk bemutatni ma a nagy közönségnek, illetőleg a szakmának, amit már 4-5 éve ápolgatunk. Csak eddig az az aprócska probléma volt, hogy nem volt rajta termés, mert minket is sújtott ezek a fagyos évek, de most meg tudjuk mutatni nagy örömünkre. A kalszi fapusztulás megoldásához számos dolgot kell figyelembe venni, hiszen jelentős különbségek lehetnek például érzékenységben az egyes fajták között. A gutaütésszerű tünetcsoport egyébként többféle kórokozó együttes hatására alakul ki. Védekezni ellene pedig lehet növényvédelemmel, meccés technológiával is. És persze a nemesítéssel foglalkozó szakemberek is kiemelt figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek. Nemesítés már régóta zajlik Cegléden, és ezt a fiatal kollégáim tovább folytatják. Több ezer magonc van eltelepítve, ahol vizsgálják a gyümölcs minőséget, azt, hogy mennyire érzékeny a fapusztulásra, meg ugye még egy kérdés érdekes, itt az újabb, hogy is mondjam, csak meteorológiai adatok függvényében, fejleményében az, hogy mennyire érzékenyek a késő tavaszi fagyokra. Ebben a vonatkozásban vannak reményteljes eredmények, de azért a kalszi genetikáját, ami évmilliárdok alatt kialakult, azt azért nem lehet egyik percről a másikra megváltoztatni. Az MTA Kertészet és Élelmiszertudományi Bizottságának gyümölcstermesztési albizottságával közösen szervezett rendezvényen a ceglédi kutatóállomás természetesen bemutatóval is várta a termelőket, szakembereket. 26 főként most érő, leginkább hazai fajtát mutattak be, de számos amerikai, francia és olasz fajta is az asztalra került. A kutatóállomás kalszi témavezetője arról is beszélt, ő mely fajtákat preferálja leginkább. Szakértői szemmel én inkább azért a hagyományos fajtákat szoktam előnyben részesíteni. Ezeknek nagyon, nagyon jó az ízük, nagyon jó aromájuk van, lédúsak, finomak, a megszokott kalszi íz hozzák. Erről híresek a ceglédi kalszi fajták, de pont a termesztés, illetve a szállítás szempontjából nem előnyös tulajdonságuk, hogy ezek könnyen puhulnak, és nem lehet sokáig tárolni őket. Ezen a tulajdonságon szeretnénk javítani a későbbiekben, és jelenleg is ilyen irányú kutatásaink folynak. A kutatóknak és nemesítőknek tehát folyamatosan ad feladatot, hol az időjárás, hol a betegségek, hol pedig a felhasználó igények kielégítése.